Elnök úr, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Itt nagyon szép méltatás hangzott el, hogy kik milyen szerepet játszottak az igazságtételben, de azt gondolom, hogy senkinek nem mérhető a szerepe egy emberhez, Zétényi Zsolthoz, aki ott szerényen a második sorban húzódik meg. Az én feladatom az, hogy a törvényjavaslat és a politikai környezet, tehát próbáljam felvázolni, ehhez képest a politikai környezetbe sajnálatos módon bekerül mondjuk az Alkotmánybíróság is, amelyik egyébként nem egy politizáló szerv, legalábbis a magyar alkotmány szerint. Ha az Zétényi Zsolt által előterjesztett igazságtételi törvény politikai környezetét vizsgáljuk, akkor érdemes az előzményekre is egy pillantást vetni. Az első szabad választásokat megelőzően az állampárt ellenzékének két legerősebb pártja, az MDF és az SZDSZ, természetesen a rendszerváltozás folytatását ígérte a választóiknak. Az SZDSZ volt az, amelyik radikálisabb kampányt folytatott, és a kommunizmussal való kíméletlen leszámolást hirdette. Emlékezzünk csak a két pártelnök, Antal József és Kis János televíziós vitájára. Nem csoda, hogy a választási vereség után az SZDSZ-nek hűvös volt a kapcsolata az állampárti utódpárttal, de ez csak hamar megváltozott. 1991. szeptemberében az MDF állítólagos jobbra tolódására hivatkozással az úgynevezett demokratikus kartában a két párt lényegében szövetségre lépett, de sok vonatkozásban már korábban is együttműködött, többek között az ország állapotáért viselt felelősség megállapításának megakadályozása és az elmúlt rendszerben szerzett kiváltságok megvédése terén. A Magyar Demokrata Fórumban ugyanakkor ez a két kérdés kezdettől fogva központi téma volt. Az MDF országgyűlési képviselői nagyrészt osztották közvetlen környezetük elégedetlenségét és türelmetlenségét amiatt, hogy ugyanazok vannak előnyös pozíciókban, akik a rendszerváltás előtt is voltak, és hogy a sajtóban alig jelenik meg az elmúlt rendszerrel és annak működtetőivel szembeni kritika. Gyakran elhangzott, hogy azok, akik a választás után úgy gondolták, van félnivalójuk, új erőre kaptak, ők a hangadók, ők uralják a pozíciókat, az emberek pedig, különösen vidéken, tartanak tőlük, nem mernek fellépni ellenük. Különösen a hétfő délelőtti frakciaüléseken kerültek elő ezek a kérdések, amikor a képviselők az otthon töltött hétvége után megosztották a többiekkel a környezetükben tapasztaltakat, közvetítették a nekik feltett kérdéseket, és megfogalmazták a septében kialakított válaszaikat. Végül a frakciaüléseken elhangzott ötletekből összeállítottunk egy csomagot, azzal, hogy a kormányhoz fordulunk a felvetett problémák megoldása érdekében. Így jött létre a frakció igazságtételi csomagterve, a Justícia terv, a parlament megalakulása után egy hónappal. A kormány soron kívül megtárgyalta a frakció által felvetett kérdéseket és feladatokat fogalmazott meg a Justícia tervben foglaltak végrehajtására. Felkérte a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy történész szakbizottságot hozzon létre, és javaslatot tett az országgyűlésnek egy politikai felelősséget vizsgáló bizottság létrehozására, valamint a korábbi vagyonfelülvizsgálati bizottság újbóli felállítására. Döntés született a vállalati vezetők éves prémiumának maximálásáról, az állami vállalati vezetők újrapályáztatásáról, és a belügyminisztérium az országgyűlés elé terjesztette a lőfegyverek tartásáról szóló törvényjavaslatot, a népjóléti minisztérium pedig megkezdte a jogállammal összeegyeztetetlen alapon számított nyugdíjak korrigálására vonatkozó törvényjavaslat kidolgozását. A kormány tehát gyorsan lépett, megtette azt, amit az adott helyzetben tehetett, de a Justícia terv alapjában véve kudarcba fulladt, kevés eredményt hozott, politikailag pedig teljesen sikertelen volt. Még azokon a területeken is, ahol a kormány megteremtette a lehetőségét a személycseréknek, az emberek nem éltek vele. A dolgozók által újonnan megválasztott üzemi bizottságok 80%-ában
a régi igazgatókat tartották meg az állami vállalatok élén. A politikai felelősséget vizsgáló bizottság az ellenzék ellenállásába ütközött. Hiába terjesztette be a kormány a parlamenthez az erre vonatkozó javaslatot, a bizottság létrehozása egyre késett, halasztódott, míg nem feledésbe merült. Az akadémia elnöke pedig a kormány felkérése dacára semmiféle történész szakbizottságot sem hozott létre. Közben a sajtóban egyre másra érték a támadások az MDF igazságtételi törekvéseit, összhangban az ellenzéki politikusok megnyilatkozásaival. Ha egy-egy lejáratódott kommunista vezetőt a kormány leváltott mondjuk egy kulturális intézmény éléről, felhangzott a kórus, hogy a kormány üldözi a szakértelmet, és politikai megbízhatóság alapján saját embereiket ülteti a régi szakemberek helyére. Egy üdítő kivételre emlékszem ebből az időszakból. Az egyik parlamenti szünetben néhány fideszes képviselő kupaktanácsot tartott. Amikor elmentem mellettük, Orbán Viktor kilépett közülük, odajött hozzám és azt mondta, mondd meg a Balázsnak, ez Horváth Balázs belügyminiszter volt, hogy a stukkereket nyugodtan beszedheti a kommunistáktól, nem fogjuk ezért támadni. Nos, ez volt az egyetlen üdítő kivétel. A többi igazságtételi törekvést az ellenzéki pártok egyöntetően támadták és ellenezték. Kivétel egyébként a Gulyás Gergő által említett nyugdíjtörvény. Itt valóban végül is hosszas húzavonna és ellenkezés után az ellenzéki pártok is támogatták azt a megoldást, amit a kormány javasolt. Zétényi Zsolt törvényjavaslatának benyújtásával az MDF igazságtételi törekvései más dimenzióba léptek. Az elmúlt rendszerben politikai okokból nem üldözött főben járó bűncselekmények elkövetőinek bíróság elé állítása és büntetőjogi felelősségre vonása sem a választási kampányban, sem később nem merült fel. Ez valóban egyértelműen Zétényi Zsolt ötlete volt. Emlékszem, amikor bejött hozzám először a frakcióba, és Jesekre hivatkozott, ő említette először nekem, Gróciusnak, a jelenlegi konferenciának is címet adó idézetét. Meg is állapítottam magamnak, hogy azért nem akárkivel van dolgunk, Jeseket mondja, Gróciuszt, tehát nem a mucsai oldalról jön az igazságtételi törvényünk. A törvényjavaslat talán ennek megfelelően, vagy ezért is, csak hamar az igazságtétel szimbolikus tényezőjé vált, és győztes vitáival, parlamenti diadalával, majd alkotmánybírósági kudarcával együtt mindmáig az elvetélt igazságtétel szimbóluma maradt. Az addigi igazságtételi kísérletek kudarca miatt csalódott támogatóink a törvényjavaslat benyújtását követően újra reménykedni kezdtek. Az ellenzéki pártok viszont, amelyek tisztában voltak azzal, hogy az igazságtétel megoldatlansága az MDF tagságát és támogatóit folyamatosan frusztrálja, nem örültek egy esetleges megoldásnak. A szocialisták ellenállását utódpárti, a szabaddemokratákét családi kötődések is fokozták. A törvényjavaslat parlamenti vitájában József Fábián, az MDF vezérszónoka, hajdani nálunk radikálisabb álláspontot képviselő ellenzéki társaink pálfordulására hívta fel a figyelmet a következők szerint. Gondoltuk volna másfél évvel ezelőtt, 1990. február március táján, hogy a szabad választások után másfél évvel, ha a történelmi igazságtételt szóba hozzuk Magyarországon, akkor darásfészekbe nyúlunk? Gondoltuk volna, ha felvetjük a törvényes igazságtétel ügyét, azon az úgynevezett liberális ellenzék padsoraiban politikai leszámolást értenek, és sietve szögezik le, hogy ők azt nem kívánják? Gondoltuk volna, ha például az egykori párthadsereg a munkásőrség hivatásos állományú tagjainak e minőségben eltöltött munkaviszonyát a nyugdíjszámítás szempontjából valaki feszegetni kezdi, ez a valaki alkalmas, én voltam a nevezetes dolgozat, vagy hírhed dolgozatomban. Jó nevű politikusok ugyancsak a liberális ellenzék padsoraiból azt nyilatkozzák a rádióban és a televízióban, hogy ebben az országban már mindenkinek félnie kell. Aztán néhány mondatban összefoglalta, hogy miért is szükséges az igazságtételi lépések megtétele.
Hihetjük-e azt, tette fel a kérdést, hogy létrehozható és működtethető egy demokratikus jogrend és intézményrendszer anélkül, hogy a korábbi jogsértések orvoslását minden lehetséges módon, minden törvényes eszközzel meg ne kísérelte volna. Kicsit másképpen, szemet hunyhat-e a demokrácia állama diktatórikus jogelődje jogtiprásai felett? A jogállam, amely lényege szerint a törvény érvényesülését minden körülmények között, mindenkivel szemben azonos módon és mértékben szavatolni hivatott, tűrheti-e a törvényes eljárások mellőzöttségét, elviselhet-e tovább élő privilégiumokat? És amit a vezérszónokunk ezt követően mondott, azt a mából visszatekintve akár proféciának is nevezhetjük. Vajon egy mostani nagyvonalúságot etéren az utódok nem tekintenének-e bűnös gondatlanságnak, és nem olvasnák-e joggal a fejünkre? Ne essünk a túlzott nagyvonalúság hibájába, képviselőtársaim, mert amit most, ebben a történelmi pillanatban a törvény adta eszközökkel elmulasztunk a helyére tenni, azt utóbb már senki nem teheti helyre. Ne takarékoskodjunk hát a munkával, energiával, mert az alkalom egyszeri, és az elmulasztott alkalmat számon kérik rajtunk. Józsa Fábiánnak igaza lett. Elmulasztottuk az alkalmat, és ezt azóta is számon kérik rajtunk. Hiába mondja bármelyikünk, hogy a magunk részéről mindent megtettünk, ami lehetséges volt. Az ellenzék, a véleményformáló értelmiség és a sajtó nagy része elsősorban azzal támadta a javaslatot, hogy nem a múlttal kellene foglalkozni, hanem az előttünk álló feladatok megoldásával. Le kellene végre zárni a múltról szóló vitákat. Ez volt a legfőbb érv. A mi válaszunk az volt, hogy mi is erre törekszünk, de éppen ennek a fontos része az Étényi törvény elfogadása, mert a múltat nem lehet úgy lezárni, hogy a főben járó bűnök büntetlenül maradjanak. Megjelentek persze a sajtóban ennél durvább támadások is. Boszorkány üldözésről beszéltek, mint ahogy Gulyás Gergely is utalt rá, és széleskörű büntetőjogi felelősségre vonással riogatták az embereket. Horn Gyula, szocialista pártelnök, egy héttel a törvény megszavazása után emlékezetes parlamenti felszólalásában kijelentette, hogy úgy tudja, az Étényi törvény elfogadása óta, tehát egy hét alatt, már 10 000 fölött van a feljelentések száma. És feltette a kérdést, hogy vajon hol fog ez megállni? Majd hozzátette, hogy 44-ben közel 1 000 000 feljelentés érkezett a németekhez, amikor bevonultak az országba. Ezért mondják sokan, szögezte le, hogy ez a feljelentők országa. Csak a rend kedvéért. Ezt a kommunisták híresztelték 45 után, de ők is csak 40 000 feljelentőről beszéltek, és nem 1 000 000-ról, mint a szocialisták elnöke 1991-ben a szabadon választott magyar parlamentben. Ijés Gyula egyébként annak idején tiltakozott a kommunisták által híresztelt 40 000-es szám ellen, mondván, hogy minden alapot nélkülöz ez a magyar népet gyalázó állítás. 1 000 000-ig viszont a kommunisták sem mentek el 45 után, ők csak, mint mondtam, 40 000-ről beszéltek. Az SZDSZ parlamenti frakció vezetője Pető Iván a velem folytatott televíziós vitában azt jósolta, hogy az Étényi törvény csak az első lépés, utána újabb meg újabb körökre fog kiterjedni a felelősségre vonás, és ezt a folyamatot nem lehet majd megállítani. Ezek a politikai megnyilvánulások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy minden igyekezetünk és cáfolatunk ellenére viszonylag széles körben elterjedt egy vélekedés, hogy itt egy olyan parttalan felelősségre vonás veszi kezdetét, amelyben mindenkinek félnie kell, az összes volt párttagnak, és azoknak, akik valamilyen módon szerepet vállaltak a korábbi rendszerben, sőt, azoknak is, akik valamikor régen bármiféle szabálytalanságot követtek el. Hiába mondtuk, hogy itt csak a gyilkosokról van szó, és a hazárolás büntettét elkövetőkről, nem sikerült ellensúlyozni az ellenfeleink által gerjesztett közhangulatot. Ha szabad egy kicsit szubjektív lennem, én az első pillanattól kezdve támogattam az Étényi féle törvényjavaslatot. Tudtam ugyan, hogy az emberek többségét, és most a saját szempontjaimat mondom, de azt hiszem ezzel nem álltam egyedül, tudtam, hogy az emberek többségét különösen egy ilyen ellenszélben
nem fogjuk tudni magunk mögé állítani, de úgy gondoltam, hogy meg kell próbálnunk minél több embert meggyőzni arról, hogy nem lehet 40 év kommunizmusának a bűneit egyszerűen a szőnyeg alá söpörni. Kötelességemnek éreztem, hogy az MDF frakcióvezetőjeként ennek a küzdelemnek a nyilvánosság előtt is az élére álljak. Fontosnak tartottam a törvény keresztülvitelét a parlamenten, akár az ellenzéki frakciók ellenében is. Úgy véltem, ha most meghátrálunk egy olyan kérdésben, amelyben morálisan és jogi szempontból is igazunk van, azt az emberek a gyengeség jeleként fogják értékelni, ami támogatottságunkat minden bizonnyal csökkenti, bár azt is tudtam, hogy fordítva ez nem igaz, azok, akik ettől népszerűségünk visszaszerzését remélik, illúziókban ringatják magukat. Az is tetszett, hogy ez hasonló jogi megoldás, mint aminek alapján a németek a nácik alatt nem üldözött bűnök elkövetőit utólag felelősségre vonták. Ha olyan jogi megoldást alkalmazunk a kommunizmus által elkövetett bűncselekményekre, mint amilyet a náci bűnökre alkalmaztak a németek, ezzel felhívjuk a világ figyelmét, hogy a kommunizmus alatt sínlédő országokban ugyanúgy szenvedtek ezek a népek, mint azok, akiknek a náci Németország alatti üldöztetését az egész világ elismeri. Nem várhatjuk el a világtól, hogy empatikus legyen az iránt, amit mi szenvedtünk el, ha magunk nem mutatjuk fel az összefüggéseket. Ez egyébként a Jesek professzor által kimutatott összefüggés, helyesebben, mert Zétényi Zsolt fölhívta a figyelmet, mert Jesek professzor volt annyira német hazafi, hogy be akarta bizonyítani, hogy a hatályos német törvények alapján is lehet a náci bűncselekmények felett ítélkezni, és ezt meg is tette. Másfelől azért is támogattam az igazságtételi törekvéseket, és a nyilvánosság előtt is vállaltam a képviseletét, mert meg voltam győződve arról, hogy a 40 évi diktatúra után kormányra jutott politikai erőknek az erkölcsi értékek helyreállítása érdekében is kötelességük megtenniük mindent, ami módjukban állt. Tudtam természetesen, hogy normál körülmények között ez nem a politikusok feladata, ez sokkal inkább az értelmiségnek kellene elvégeznie. De hamar rá kellett jönnöm, hogy az értelmiség nagy része erre nem hajlandó, egy kisebbik része pedig azért nem alkalmas erre, mert nem jut megfelelő nyilvánossághoz. Bennünket viszont nem lehet elzárni a nyilvánosság elől, ezért a társadalom erkölcsi megújulására, a 40 év kommunizmusa alatt feledésbe merült erkölcsi értékek terjesztésére is nekünk kell módot találnunk. Ez bizonyos fokig a hittérítő feladata, nem politikai feladat, mégis úgy gondoltam, hogy nekünk ezt vállalnunk kell. Akkor is, ha tudjuk, a hittérítőknek csekély az esélye arra, hogy újra válasszák őket. A törvényjavaslat végül a parlament kizárólag a koalíciós képviselők szavazatával, de meggyőző többséggel született meg. Megjegyzem, hogy a szavazástól távol maradt a miniszterelnök, és emiatt később támadások is érték. Hiába érveltünk, hogy Antal az egyiptomi elnökkel tárgyalt Kairóban, kormányának tagjai pedig egy tartózkodás mellett mind megszavazták a javaslatot, és az igazságügyi miniszter a kormány nevében parlamenti nyilatkozatban is támogatta a javaslatot. Maga a miniszterelnök pedig, amikor már tudta, hogy az egyiptomi hivatalos útja miatt a november 4-ére, ahogy Zétényi Zsolt fogalmazott, az árulás napjára időzített szavazáson nem fog tudni részt venni, október 23-án az operaházi díszünnepségen megtartott beszédében fontosnak tartotta kijelenteni, hogy bűnösök ne maradjanak büntetlenül. A köztársasági elnök azonban, akinek pedig szemben a hivatalból pártpolitikus miniszterelnökkel pártok felett kellett volna állnia, ezúttal is, mint számos más esetben, az ellenzék álláspontjával azonosult, nem írta alá a parlament által nagy többséggel meghozott törvényt, hanem az Alkotmánybírósághoz fordult, amely, mint tudjuk, megsemmisítette azt. Hiába voltunk kormányon. Az Étényi törvény kérdésében, mint hogy az igazságtétel körébe tartozó számos más kérdésben is kisebbségben voltunk. Ellenünk voltak az ellenzéki pártok, a sajtó velük szimpatizáló túlnyomó többsége, a nyilvánosságban gyakran szereplő megmondó emberek, az ellenzékkel együtt mozgó köztársasági elnök, és mindettől nem függetlenül a közvélemény nagyobbik része,
továbbá nem jogi, hanem politikai döntést hozó alkotmánybíróság. Ez olyan túlerő, amely ellen a parlamenti többség tehetetlen volt. Legfőbb célunkat, hogy azt üzenjük a jövőnek, a legsúlyosabb bűnök elkövetői akkor is bíróság elé kerülnek, ha elég erőszakosak ahhoz, hogy az elévülési idő lejártáig hatalmon maradjanak, nem sikerült elérnünk. És az sem, hogy a nácik és a kommunisták által elkövetett szörnyűségek azonos megítélés alá essenek. Kudarcot vallottunk tehát. Csekély vigasz, hogy legalább megpróbáltuk. Köszönöm, hogy meghallgattam.